Néhány perc múlva elhagyjuk Albániát egy nagyon rövid időre, pontosabban egy napra, és átmegyünk Görögországba. Összecsomagolunk és megyünk a kompra, ami át fog vinni bennünket a túlpartra. Szia tavacska! Szia hálószoba! Szia fürdőszoba! Eló nappali! Elindultunk a kompra a kikötőbe, amit még nem tudunk, hogy hol van, de biztos megtaláljuk. Itt vagyunk a kikötőbe, ott lesz a hajókánk, ott az a hajónk, de még el kell menjünk útlevelet ellenőriztetni, meg megmutatni az arcunkat a hivatalnak. De ez a kis csónakocska, illetve ez a kompocska, ez nem is olyan óriás, mint amire számítottam, de nem is ez a picike kis csónakocska éppen, körülbelül ilyen 20 autó, ha ráfér. Viszont van benne vár. Nézzük meg a várat. Gyerekek, nem hiszitek el, ezen a hajón van légkondis szoba. Ez itt egy kis szoba, ahol elméletileg a bár van, de ez itt nem bár, hanem ez egy szoba, ahol van légkondi. És ez nagyon jó, mert odakint iszonyat hőség van. Igaz, Olivencs? Ott vagy benne a tévében. Hol? Itt. Fú. Igen. Hamarosan útnak indulunk Görögországba, megnézzük a túlparton is, hogy milyen a tengerpart. Thomas, remélem, hogy nem néznek kamerán téged. Mi lesz a mai menü? Mi van a hűtőben? Vattacukor. A hűtőben mi van? Tenni, Tomi. Hello! Nos, hát ezekben a másodpercekben hajózunk ki a nyílt vizekre, és felvesszük az irányt Görögország felé. Szia, Albánia! Találkozunk holnap! Értünk Görögországba, mindjárt ott vagyunk a szálláson, de farkashelyesek vagyunk, úgyhogy most megállunk ebédelni. Ez a második legszebb hely, ahol életemben ebédelek. Kicsim, hogy érezzük magunkat? Jól? Jól. Igen. Fú, na, én nagyon nem megijesztem. Én is, mert ma nem reggeliztünk, mert időben indultunk. De jó sokáig tartott az egész idáig elérni, és még nem vagyunk még mindig a szállás helyen. De közeledünk hozzá. Jön az előétel, Tuna, thank you. Wow. Octopus salad.
Oké, most már megnéztük az egészet felülről, most már ideje felvenni a fürdőrucikát és megmártozni ebbe a hát szép vízbe, mondjuk.